Szeretettel köszöntöm a Karcepem stúdiójában Kis Dávid történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levértár Tudományos Munkatársát. Köszönöm, hogy eljött. Ez a beszélgetésünk október 22-én kerül adásba, tehát egy nappal az 1956-os forradalom kezdete előtt, és tulajdonképpen arról szól, ami lényegében már itt megindult, mert utána a Kádár János vezette kormány felülbírálta azt, hogy milyen voltak a különböző erőszak a felépítése hogyan kellene, hogyan nem váltak be, és hogyan kellene az, az adott helyzethez, az adott hazai és nemzetközi helyzethez átalakítani őket. Ez, ez szerintem kimondottan érdekes, még így előtte is, tehát még a forradalom évfordulója előtt is, hogyan kezdtek hozzá? Tehát melyik, ugye létrejött a munkásőrség, de előtte ugye kellett valamit kezdeni a hadsereggel is, és a rendőrséggel is, és sőt, hát ugye a belügyi szervekkel, államvédelmi hatóság, határőrség. Mi kezdtek? Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Tehát ugye itt azért, miért válaszolnék a kérdést, igazából egy dolgot megemlítenék, mert ugye itt mindig felmerül az a kérdés, hogy az 56-os forradalom alatt tulajdonképpen miért is ez esnek szét ezek a különböző erőszakszervezetek, miért nem tudják tulajdonképpen a forradalmárokkal szemben felhasználni. Hát egyrészt van ennek egy olyan oka tulajdonképpen, hogy amikor, ha, még ha van egy diktatúra, és egy bármilyen diktatúra, és a diktatúra ellen kitört tulajdonképpen egy, egy, egy felkelés, egy forradalom, akkor ha kivezénylik ezeket az embereket az utcára, hogy, hogy oszlassanak, akkor még egy ilyen békés oszlatás az, 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 inkább keresztül vihető, mint tulajdonképpen az, amikor bele kell ülni adott esetben ugye itt a, a, a szomszédjaikba, barátjaikba, ismerőseikbe. Tehát, hogy, hogy, ez innentől kezdve már nehezebben kivitelezhető a diktatúra szempontjából ez a, az úgymond rendfenntartás. És amiért ugye mondjuk például itt az osztatásról beszéltünk, hogy amiért nem, nem oszlattak 56-ban, egy nagyon prózai oka volt, nem ez... tanulták ezt meg. Pontosan Komolyan? Nem, nem kaptak erre vonatkozó megfelelő kiképzést. A forradalom előtt kezdik el egyébként ezt a ez -e fajta kiképzését a fővárosi rendőröknek, pont Kopácsi Sándor, aki ekkor a budapesti főosztályt irányítja, és ide tartozik a rendőrség is, illetve a a belügybe beolvasztott különböző ilyen államvédelmi szervek szerve Budapesti szinten, és ez a budapesti főosztály. Kopácsi elküldi a rendőröket a földbe, hogy gyakorlatozzanak. hogy ez a karlapos oszlatás az, ami amilyen szakszerű volt abban az időszakban, hogy ezt gyakorolják. De hát itt már kevés igazából a forradalom előtt, hogy, hogy bármiféle ilyen képességre szert tegyenek. Most bocsánat, hogy közbeszólok, csak úgy motoszkál az a kérdésben, nem, hogy ennek, hogy ezt nem gyakorolták, valami ideológiai oka volt, tehát, hogy a munkásosztály, a és nem a munkások vettek részt nagy részt ugye a forradalomban, hogy a, a munkásosztály nem fog föllépni a saját maga rendszere ellen, tehát egy ilyen ideológiai oka volt, vagy csak egyszerűen nem gondolt, nem, nem, nem figyeltek erre. Pontosan, ahogy mondja, pont ez volt az ideológiai ö, ok. Mm. Tehát úgy gondolták, hogy itt ilyen nem lesz. Pedig egyébként voltak, voltak ezzel kapcsolatos intőjelek számukra, tehát hogyha a, az elveszett ö, foci vb-döntőre gondolunk, akkor utána is vannak zavargások hogy vannak Iget, a nagy körúton, igen, akkor igen. volt egy nagyon hogy vannak mondjuk 48-49-50-ben kerültek arra ar elő vonatkozó iratok, hogy vannak sztrájkok a gyárakba, falvakba megmozdulások, ez egy, nem egy kutatott téma egyébként, de voltak ilyenek, uh -huh. hogy ugye mondjuk a külföldi példát említünk, akkor ugye ott van 53-ban, a kelet-németország egy kelet-berlini felkelésnek szokták említeni, de itt nem csak kelet-berlinben volt ilyen, robban ki gyakorlatilag ilyen rendszerellenes forradalom, hanem több más nagyvárosban is a, 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 a kelet-németországban, kelet az NDK-ban. Tehát, hogy ezek intőjelek kellett volna, hogy legyenek, egyébként nem voltak azok, és ugye visszakanyarodva az előző. De most, mondjam, hát ott volt Lengyelországban is volt. Pontosan, de ugye Lengyel, Lengyelország, ugye pont ugye 56 nyarán, mondjuk az már ott közel van, ugye a októberhez, de ott is van gyakorlatilag, hogy a Poznánban ilyen különböző ilyen megmozdulások. Tehát, hogy, hogy ez, ez intő, intőjelek kellett volna, hogy legyenek ugye a, a, a rendszer számára, de mégis egy ilyen ideológiai Dolgok miatt erre nem kerítenek sort. És ami egyébként, amiről meg megint nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy, hogy a, a, az 56 előtt, meg utána is nagyon sokáig azért a a hadsereget, BM szerveket, vagy korábban ugye a politikai rendőrséget, AVH-t, stb. ezeket sok esetben azért ilyen iskolázatlan személyek irányítják. Nem volt mindenki az, tehát volt, aki, aki, aki különböző képzettsége rendelkezett, de, de nagyon sok olyan személy volt a, a, a vezetők soraiban, akik nem rendelkeztek megfelelő iskolai végzettséggel, és ez is azt, azt, jelentette, hogy, hogy igazából nem volt meg a megfelelő képességük, képzettségük ahhoz, hogy ugye ezeket az alakulatokat megfelelően irányítsák. Tehát, hogy rengeteg okot felszok, felszoktak még sorolni, de ezt a, ezt a két okot, ugye, amiről most beszéltünk, ezt nem, 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 nagyon említik meg. És azért érdemes itt nekünk tulajdonképpen erről beszélni, mert, mert a kádárkorszakban, korszakban, hogyha megnézzük igazából a, ezeknek a különböző fegyveres erőknek és testületeknek, ugye 76-tól hivatalosan így kategorizálják őket, hogy mondhatjuk előtte, hogy fegyveres szerveknek a történetét, akkor ez egy ilyen visszatérő dolog lesz, hogy egyrészt, hogy persze ki kell válogatni a megfelelő elvtársakat a, ezeknek a vezető soraiba, akikben megbízik a rendszer. Ez 56 után sok szempontból ez, ez még hangsúlyosabb lesz, hogy a, a megfelelő emberek legyenek ott, de emellett azért valamilyen módon, mondjuk ez inkább a 70-es, 80-as évekre igaz, azért megpróbálják emelni ezeknek az embereknek a különböző iskolai képzettségét, tehát különböző katonai iskolákba küldik el őket, Szovjetunióban is vannak, akik részt vesznek különböző katonai iskolákon, képzéseken, pont azért, hogy a képzettségüket ezeknek az embereknek emeljék. És ugye a másik az, ugye, amit mondjuk itt az oszlatásról beszéltünk, na erre is odafigyelnek. Tehát ez, ugye itt arról szoktunk beszélni, hogy itt, itt 63 után itt már, már a kádás stabilizálja a rendszert, stb. stb. És hogy innentől kezdve már neki ő, ő, nem fél attól, hogy itt bármi is megingathatná a rendszert, de ez, azért, de ez ez, egyébként nem igaz, ezt pedig onnan tudjuk, hogy megvannak ezek a különböző fegyveres szerveknek, tehát itt a Magyar néphadseregre gondolok, különböző BM szervek, rendőrség, belügyi karhatalom, mert ez a belügyi karhatalom, ez, ez 75-ig létezik, utána lesz egy, egy ilyen forradalmi készen léti ezred, azzá szervezik hát, Tehát ott van ugye a munkás is, ami egyrészt egy párthadsereg, másrészt pedig, ha úgy tetszik, mondjuk egy háború, háborús időszakban mondjuk ilyen területvédelmi feladatai lettek volna, ugye ezt ma így szokták nevezni ezeket a, a feladatokat, amit akkor egy háborús helyzetben kaptak volna egyébként. És na most e ezeknek a, a különböző hát fegyveres szerveknél odafigyelnek azért arra, hogy hogy kidolgoznak arra terveket, és különösen 56 után figyelnek arra, de később is ezek az úgynevezett M-tervek, azaz mozgósítási tervek, ezek megvannak igazából a 89-ig, vagy nyilván utána is, de egy 89-ig azért ugye odafigyelnek arra, hogy ha, ha nagyobb, nagyobb belső megmozdulást tör ki esetleg, mert ettől azért tartanak, az más kérdés, hogy ennek lett volna alapja, vagy nem. Hogyha ilyen tör vagy esetleg háborús helyzet adódik, akkor, és akkor tör ki egy ilyen nagyobb megmozdulás, akkor ö, hogyan lehet ezt a belső megmozdulást felszámolni. És ezt úgy is hívják nagyon sokáig az iratokban, hogy ellenforradalom, vagy újabb ellenforradalom tör ki. Igen, ellenforradalmi megmozdulás, az volt, és utána ezt átváltoztatták, majd föl is írtam magamnak, hogy belső zavargássá szelidült. Igen. Ha vagy, a, vagy az ellenforradalmi eseményekre azt mondják, hogy, hogy rendkívüli események, vagy rendkívüli időszak, de itt már nem csak, a, nem csak a, 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 az ilyen, ilyen rendszerellenes megnyilvánulásokat értik ez alatt, vagy tömeges rendszerellenes megnyilvánulásokat, hanem a, a háborús helyzetet is uh -huh. értik ez alatt. Tehát megvan, megvannak tehát igazából 1948-tól kezdve különböző irányokban megvannak itt a háborús tervek, ezeknek megvannak a különböző ilyen levéltári dokumentumai. És akkor ezen, ezen, belül van az, hogy, hogyha valamilyen belső megmozdulást tör ki, rendkívüli esemény, stb., akkor, akkor, azt milyen módon számolják fel. És erre, erre nagyon komoly erőket különítenek el a, a belül, ugye, ugye akkor, hívják, munkásőrségen belül, illetve a belügyi szerveken belül is megvannak azok az alakulatok, akik esetleg egy ilyen, ilyen nevezzük így belső rendszerellenes megmozdulás felszámolásában részt vesznek, és kidolgozzák a terveiket olyan szinten például, hogy, hogy megvan az, hogy melyik alakul adott este egy ilyen, ilyen időszakban adott esetben melyik alakulatnak milyen objektumot kell megszállnia, most milyen objektumokat szemelnek ki. Hát ugye például az MSZNP párbizottság, párbizottsági épületeit. Tehát ugye megvan uh -huh. például ugye a leg, leg, ö, ö, hogy is mondjam, legfontosabb lesz számukra az úgynevezett budapesti párbizottság épülete. Ez már ugye szimbolikussá Igen. vált a, az 56 miatt ugye a köztársaság téren. Igen, tehát, tehát erre, erre, például jelentős számú munkásőri erőt terveznek be, és itt nem csak az épület védelméről van szó, tehát nem csak a párt, tehát az, az, az MS, akkor ugye MSZNP ugye a forradalom előtt, vagy alatt MDP-nek a, a budapesti pártszerveinek a központja volt, és itt például ide munkássori előtt terveznek be. Tehát, de olyan szintig, tehát megvannak ezek a tervek, olyan szintig lebontják, hogy magát az épület, épületbe hol kell golyószórót elhelyezni, géppuskát elhelyezni, milyen irányokat kell ott tulajdonképpen tűz alatt tartani adott esetben, és nem csak az épületnek a, a védelmét dolgozzák tulajdonképpen ki, hanem a környékét is. Erre azért, azért volt egyébként szükség, mert készítettem egy interjút egy volt munkássérel, aki ilyen, ilyen, karhat, úgynevezett ilyen karhatalmi harcászattal foglalkozott, és ő azt mondta, hogy 56-ban azért sem tudták megvédeni egyébként az épületet, az épület védői, mert csak az épületet védték, de ahhoz, hogy egy épületet meg lehessen védeni, az a környéket is kell védeni. Na most 56 után kidolgozzák a teljes környéknek a, 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 védelmét, de olyan szinten, hogy a, a fiumei úttól, a, a Rákóczi útig, illetve a nagy útig tulajdonképpen azt a hatalmas tömböt, vagy több épület tömnek a védelmét tulajdonképpen a, a különböző kerületi munkásra alakulatokkal megoldják. Tehát így kidolgozzák az ilyen párbizottságoknak a, a védelmét, akkor a fontosabb hadiüzemeknek, gyáraknak a védelmét is kidolgozzák, ugyanígy, hogy hogy ki melyik ablakba áll adott esetben, vagy hol foglal el különböző lőállásokat. Tehát ilyen nagyon részletes terveket dolgoznak ki egy ilyen időszakra, és nem csak mondom a munkássorosségnél, hanem a hadseregnél is. Tehát a még egy csak a köztársasági tére egy kicsit megmosolyogtató Igen. dolog ma már, hogy még a 90-es évek közepén is a köztársaság téren ott az Erker Színház és a pártház között állt egy vagy két lakókocsi. És hát ugye mindig mosolyogtunk, és mondtuk magunkkal, hogy szegény emberek, akik most az a feladatuk, hogy ott legyenek benne a kocsiban, és figyeljék itt a környéket, ezek szint akkor az egy ilyen, hogy mondjam, mint egy tarisznya vár a középkorban, tehát hogy az igazi vár előtt legyen egy ilyen figyelő, vagy valami módon jelző. Aztán utána ez a lakókocsi már el Eltűnt a 90-es évek már közepétől körülbelül. Ja, bocsánat, ez csak Igen, egy ez ilyen, ilyen ez járók, hát opera bolond vagyok, és hát gyakran jártunk oda, Igen. és ezen mosolyogtunk mindig ezen, hogy. Igen. Most, hogy nem ott kértünk, ott, ott próbáltunk jegyet szerezni, hogy ők biztos tudják. Na szóval mindegy, de volt ilyen is. Igen, és tehát megvoltak ezek a fontosabb ö, épületek erre a a, 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 mondjuk egy ilyen időszakra, de meg volt az, hogy hogy adott esetben milyen alakulatnak, és mondom, itt nem csak munkásőri, hanem néphagyseregi vagy karhatalmi alakulatnak feladata lett volna mondjuk a különböző ilyen belső megmozdulásoknak a felszámolása, és erre ekkor már gyakorlatoztak is, tehát ugye, ugye arról beszéltünk, hogy 56 előtt nem, nem volt ilyesmi, hogy ugye ezt a tömegosztatás mm -hmm. békés módszerekkel úgymond szakszerűen gyakorolják, na itt 56-ot követően megvannak már erre a különböző gyakorlatok, hogy, hogy ilyen tömegoszlatási gyakorlatokat végeznek, különböző ilyen alakzatokat vesznek fel, hogy hogy kell kiszorítani a, a tömeget, mondjuk a tér egyik részéről, vagy az egész térről, stb. stb. Megvannak ezeknek a a, dokumentumai, és ezeket gyakoroltatják is. Tehát a rendszer nagyon odafigyel erre. Tehát ugye mindig arról szoktunk beszélni, és ami, ami igaz is persze, hogy a, 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 az állambiztonsági szervek odafigyeltek arra, hogy nehogy valami nagyobb szerveződés létrejöjjön. Különösen odafigyeltek arra, hogy hogy az legyen, ami mondjuk 56-ban, hogy valamilyen módon az értelmiség együttműködik a munkássággal. Tehát ez az, ez az, érem egyik oldala, hogy erre valóban odafigyelnek, hogy még csak ilyesmi kise alakulhasson, csirájában el akarják ezeket a dolgokat azonnal folytani, és a másik része pedig az, hogyha mégis kirobbant egy ilyen, vagy kirobbant volna, akkor, akkor ezt hogyan folytsák el? Tehát erre, erre megvoltak a megfelelő kiképzési gyakorlatok, illetve megvolt, megvoltak a különböző ilyen úgynevezett mozgósítási tervek. És ezt annyira komolyan veszik egyébként, és ez egy nagyon jellemző példa erre az egész rendszerre, hogy 1975-76-ra szervezik meg az úgynevezett hátországvédelmi alakulatoknak a parancsnokságát, és ez összefogja azokat az erőket, amelyek a háborúban az úgynevezett hátországvédelemben működtek volna. Miért, hát, miért, miért csak a 70-es évek közepén szervezték ezt meg? Korábban nem volt ilyen... Volt rá... egy hátországvédelmi parancsnokság is, is igazából, de korábban is foglalkoztak ilyen tehát ezzel a része. De itt nem is ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy amit ki, erre ki akarok adni, hogy hogy 75-ig a magyar néphadsereg alakulatainak a nagyobb része maradt volna ilyen feladatra itthon. Uh -huh. mint amennyi elvonult volna az itt lővő, illetve Magyarországra bejövő szovjet csapatokkal Ausztria, illetve uh -huh. Olaszország irányába támadni. És itt valószínűleg a szovjetek szólnak, hogy azért dolgozzák már át ezeket a terveket, ezért is hozzák létre ezt az előbb említett szervezetet, hogy, hogy kisebb rész maradjon itthon az úgynevezett hátországvédelmi uh -huh. feladatokra, és a nagyobb rész az vonuljon el támadásra a az említett irányokba a, a szovjet csapatokkal együtt. Tehát ilyen szinten odafigyelnek tulajdonképpen, vagy ilyen, ilyen szinten van a rendszerben egyébként egy félelem egy, egy ilyen megmozdulástól. Az más kérdés, hogy egy 56 után, amikor egy trauma érte a magyar társadalmat, ezt követően nem nem, nem volt benne úgymond ez a levegőbe, hogy, hogy itt még egy ilyen has, 56-hoz hasonló dolog lesz. Tehát annyira, annyira, sikerül a forradalom leverését követően, illetve az azt követő években megtörni a társadalmat, a a nagy részét. Ugye sokan emigrációval is vonulnak, különösen azok, akik adott esetben irányítottak egy-egy helyi felkelő csoportot, ők kimennek, hiszen ők, ők tudják, hogy ha, ha elfogják őket, akkor, akkor felkötik őket, helyettük sokszor olyanokat végeznek ki, akik mondjuk nem is olyan nagy szerepet vállaltak a forradalomban, hanem mondjuk egy valaki egy sima nemzetőr volt. És akkor demonstrálni kellett, hogy valakit. Igen, tehát, tehát Igen. nyilván a, a benne volt most kicsit ugye a témától, de ugye itt benne volt az is, hogy hogy, hogy az állambiztonság a, a saját maga fontosságát igazolja, másrészt meg nyilván a Szovjetek felé is produkálni kellett azt, hogy akkor hát itt azért embereket felelősségre vonnak, illetve felakasztanak. Tehát ez, ez, ez a része is benne volt tulajdonképpen ebbe az egész történetbe. Most egy ilyen, ilyen helyzetben nem volt benne a levegőbe az, hogy, hogy még egy forradalom kirobbanjon. Mm -hmm. Illetve Kádár másrészt meg úgy gondolja, és itt van egy ilyen gazdasági vonal is, ami bekapcsolódik igazából ebbe az előbb elmondottakba, hogyha valamilyen szinten ezt az úgy, úgynevezett jólétet, ezt, ezt most itt azért idézőjelbe tenném, mert ugye, hogyha ezt az úgynevezett szocialista rendszert a Nyugati rendszerrel összehasonlítjuk, azért a kettévágott Németország a legjobb példa, hogy hova jutott el az NDK, illetve az NSK. Uh -huh. Tehát ott, ott abszolút tükröződik a két rendszer hatékonysága közötti különbség, életszínvonalbeli különbség is. De hogy, hogy Kádár azért törek, törekedett arra, hogy, hogy egy ilyen szerintük egy ilyen rela, relatív jólétet biztosítsanak, mondjuk, hogy legyen a. a de hát ez azt jelenti, tehát a nyugatival ez összevetve, ez. ez ez nyilvánvalóan ez, 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 elég messze volt az úgynevezett nyugati jóléttől. Hogy, hogy pont ezért van ez, hogy, hogy, hogy biztosítják azt, hogy, hogy ne legyen a boltok báró, stb. stb. stb., hogy, hogy ne, ne, legyenek nagy megszorítások. Tehát például a 83 ba például a Kádár az, aki, aki elkezdenek egy ilyen gazdasági megszorítást a 80-as évek elején, mert annyira akkorák a gazdasági ö, problémák, és 83 ezt maga Kádár fogja vissza azzal, hogy azért itt ne nagyon tervezünk megszorításokat, mert nehogy itt valami újabb, úgy, ahogy ő fogalmaz, ellenforradalom kirobbanjon. Tehát itt van egy ilyen gazdasági rész is, ami ebbe az egészbe tulajdonképpen belekapcsolódik, és ez a rendszernek a viszonyát mutatja tulajdonképpen 56-hoz és illetve ahhoz, hogy, hogy azért, azért ők félnek attól, hogy adott esetben lehet még egy 56, bár mondom, hogy ennek a realitása a realitása nem volt akkora, mint amekkora az ő félelmük volt ettől. Tehát ez talán így lehetne a legjobban megfogalmazni. Első részben ugye adott Kádárnak is egyfajta, hogy mondjam, viszonylagos mozgásszabadságot, hogy ez egy ütőkártya volt a, a kezében a szovjet részről el, el megkövetelt ilyen ideológiai valóságtól elszakadó kérésekkel kapcsolatban, hogy azt mondtatta, hogy hát akartok még egy ilyet? És akkor tulajdonképpen rábízták azt, hogy hát ő, ő tudja, hogy itten hogy lehet helyrehozni a... Elkerül, nem helyrehozni, elkerülni a dolgokat. Nem tudom, hogy ezt jól láttuk-e annak idején. Hát részben, részben, igaz volt ez, de ebből a 68-as re, reformcsomagot, vagy ilyen, ilyen ezt a változtatási csomagot azért gyakorlatilag megtorpedozzák a kádártól balra állók a, a szovjetekkel együttműködésben. Tehát hogy, hogy, hogy ez, ez, ez részben volt igaz, de nyilván valamilyen szinten ezt, ezt az irő ö, ki tudta használni. Tehát hogy bizonyos alkú, alkupozíciót ez valóban jelentett számára. A hadsereg értünk el. Igen, tehát amit az előbb említett, hogy egyfajta alkupozíció volt tulajdonképpen Kádár számára, ezt állított, a hadsereg porszerűsítésénél tudta például bevetni. Tehát a szovjetek azért jobban, azt szerették volna, hogyha jobban több pénzt tulajdonképpen a magyar néphadsereg fejlesztésébe. Ezt ugye az 56-os forradalmat követően több okból is újjá kellett szervezni, itt a személyi állomány miatt, ugye kiszűrték azokat, akik részt vettek valamilyen módon a forradalomban, vagy nem tartották őket megbízhatónak. Egyrészt ez jelentette az újjászervezést. Másrészt pedig a... Csak ilyen alapon, vagy az alkalmatlanságok is. Már nem, nem ilyen szempontbeli alkalom, hanem a szakmai alkalmatlanságokat is figyelembe vették, vagy azon azért átsiklottak. Részben, Van erre ré, lehet oda. azt mondani, részben azért figyelembe veszik uh -huh. egyébként. És másrészt pedig azt is figyelembe veszik, például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy és ez nem csak, a, nem csak, a, fegyveres, nevezzük így ekkor még, hogy szervekre igaz, hanem a, az egész állami szférára, ugye, ami akkor azért elég nagy volt az az állami szféra, hiszen ugye gyakorlatilag már csak, az. csak az volt, hogy a 61-re államosítják gyakorlatilag a, a termőföldeket, és ugye háztáik kivételével. Tehát itt, itt, itt történik 60, 63 között egy ilyen válogatott ö, személycsere igazából az országban. És nem úgy cserélik le igazából ezeket a személyeket, hogy mindenhol, nem úgy le ezeket a személyeket igazából, hogy na te most ez meg az voltál a Rákosi korszakban, vagy 56-ba ezt azt csináltad, hanem, hanem amennyire ez, ez, ez látszik ezekből a, a személycserékből, hogy a, van egy fordulat a kádári politikában, 60 és 63 ö, között egy, egy, lassú fordulat. Ugye van, aki ehhez az időponthoz köti, van, ami, van aki ahhoz, de szerintem ez a három év, ez egy ilyen átmeneti időszak igazából. Ez, ez, ez egy ilyen, ezt, ezt szerintem egy együtt kéne kezelni. És e, itt látható a személycseréknél az, hogy, hogy ugye fordult van a politikába, azokat a személyeket, akikről úgy gondolja a Kádár, hogy, hogy nem tud velük együttműködni, ezeket a személyeket vagy valamilyen jelentéktelenebb pozícióba teszi át, vagy mondjuk elküldi őket például nyugdíjba. Uh -huh. Tehát e, például a, a, és, a, és a hadseregnél is ugye e, ez megy, mert például akik, akik a, a, a forradalmat követően, mondjuk például a budapesti karhatalmi parancsnokok közül Csémi Károly az, aki aki, akit a későbbiekben, a 80-as évek közepéig is alkalmaznak, a többieket félre rakják. Uh -huh. Meg nagyon sok ilyen vezető, de ez van az állami szférában is egyébként. Tehát, hogy aki nem felel meg a, az újfajta politikának, nem tud átállni, azt félre, valamilyen módon félreteszik. Aki, aki, aki megfelel ennek az újfajta eny, enyhébbnek mutatkozó kádári ö, politikának, azokat az embereket azért többnyire megtartják. Aztán persze vannak ilyen balos figurák, mint mondjuk Biszkú Béla, aki, aki ott marad a kádári vezetésben Igen. a 70-es évekig igazából. Igen, de ezzel de... mindig is szoktam mosolyogni, hogy most így azt mondják, hogy ő volt kádár helyettese, hát annak idején ugye a országos közbeszéd, nem csak Budapesten, az volt, hogy a Biszkó már megint elment a, a szovjet nagykövetségre, és a szovjet nagykövetségnek is egyre kellemetlenebb volt a személye. Szóval nem a kádár helyettese, hanem az ellenfele volt, vagy ellensége, vagy valahogy így. De ma, ma, ma valahogy így ez maradt meg így a köztudatban. Hát itt a 68-as reformokat említettük, vagy ilyen változtatásokat. Hát a Biszko az egyik legnagyobb ellenfele ennek a dolognak. Ő az, aki ezt ugye részben ő az egyik ilyen ellen tét, aki ezt megfúrja, úgymond, és aztán a később érben magát Biszkut is egyébként sikerállítják, de, de nem, nem, megy ez tulajdonképpen annyira egyszerűen. De, de amit az előbb mondtam, ez, ez, ez nagy részt ez igaz, tehát, hogy akik az, az újfajta kádári politikának megfelelnek, azokat, azokat tovább alkalmazza kádár, továbbra is fontos pozíciókban tartja, és itt nem számít a múlt. Tehát nem, nem, számít, nem számít az, hogy esetleg valami kisebb stiklit csinált a forradalom alatt, ami ami nem tetszett, vagy vagy a Rákosi rendszerben csinált egy kisebb stiklit, ami, ami nem tetszett, hanem hogyha ha ő, ő érzi ugye a, 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 az új időknek az új szavait, akkor, akkor úgymond állományban maradhat. Ha nem, uh -huh. akkor, akkor nem azt mondom, hogy a sülyeztőbe megy, de valamilyen jelentéktelen uh -huh. pozíciót kap, és ugye dolgozhat valahol, ugye, hogy az egyik pártvezető fogalmaz is ebben az időszakban. Tehát, hogy, hogy itt, itt van egy ilyen, ilyen csere ebben az időszakban, és ez, ez, ez mondom, nem csak ezekre a különböző fegyveres alakulatokra e, igaz, hanem a, a, ebben az egész államaparátusra, vagy állami szférára, ugye, ami, ami ekkor gyakorlatilag mindent jelentett ebben az időszakban. És hát itt ez, mondjuk, hogyha itt hadseregnél maradunk, akkor ez összefügg a fejlesztésekkel is, mert mondjuk itt a, a 60-as 60 évek elejét, ugye az új öt éves tertől kezdő, kezdik el a magyar nép a, a, nagyobb mérvű korszerűsítése, aztán mondjuk így a 70-es évek elejére, közepére, akkor ott úgy fogalmazzák, még a 78-ban, ha jól emlékszem, hogy ez a a fejlesztéseket, hogy a haderőnek a két harmada modern fegyverzettel rendelkezik, a, többi meg kevésbé modern fegyverzettel, itt többféle típusú eszközöket is egyébként hadrendben tartanak. Például, de ahhoz, hogy, az, hogy valaki értse, értse az újfajta ilyen hadászati módszereket, stb. stb. Hát nyilván nem, nem ha itt a szakmai részt nézzük, nyilván nem mindenki volt erre alkalmas, és ez igaz az élet más területe, területeire is, hiszen azért azért, hogyha a, a, abban az időszakban a világot nézzük, vagy akár ezenből a Magyarországot, itt azért a az 50-es évek második felétől azért egy roham rohamléptépkű, ilyen technológiai fejlődés, meg gazdasági fejlődés kezdődik el a, a nagy nagyvilágban, és ezzel ugye egyekszik lépést tartani a Szovjetunió, illetve a Szovjet blokk, aztán úgy, ahogy ez sikerül neki, aztán szépen egyre jobban ö, marad, le is marad. Mi ébresztette rá a Szovjet blokkot, ezen belül mondjuk Magyarországot, és arra, hogy, hogy er, er, erre a lépésváltásra szükség van? maga a forradalom, az 56-os forradalom, vagy a, a, korábbi életszínvonal nem megfelel, nem elég stimuláló volt vagy mi, mi volt az, ami, ami győzött valam, nem, nem győzte le az ideológiát, ez rossz, hanem, hanem hogy az ideológia ellenére megpróbáltak valami ilyen irányba lépni. Hát azért itt a Szovjetunióban is vannak problémák, tehát ugye, ugye ez az 56-os forradalom is, nem csak az 56-os forradalom van egyébként, hanem a Szovjetunión belül is vannak különböző ilyen lázongások, tehát például ugye a Sztálin eltelepíti a Krimből a tatárokat, ők vissza akarnak menni, vagy a kaukázusi régió is forrong, de hát ugye meg arról sem szoktunk beszélni, hogy az a második világháború után is, ugye akkor Ukrajna területén, illetve a Balti államokban azért van egyfajta ilyen ellenállási mozgalom, amit ugye fel kell számolniuk. Tehát azért a, a második. Elég sokára sikerült igen. teljesen, mi nem is tudtunk róla, de e, még mondjuk így Szabad Európa sem igen beszél róla, de hát Balti államok egy részében, meg hát Ukrajnában magában is komoly hogy mondjam, az ő partizán harcukat vívták, és ezeket kellett felszámolni. Igen, tehát, a, a, tehát ugye ez is ott van, mint probléma. Tehát nem csak az uh -huh. 56-os forradalom, de ott vannak ugye, ott vannak, ugye rengyelországi események, akkor a, a, a kelet-németországi 53-as felkerés, aztán ugye 68, ugye Csehszlovákia. Ők ez egy későbbi később időpont már ugye a 68, de hogy hogy azért ott vannak ezek a napirenden vannak ezek a problémák, és igazából a Sztálin halálát követően a, a, az újfajta szovjet vezetés, ami hát azért olyan szempontból nem újfajta, hogy azok olyan emberek, akik ugye Sztálinnal, Sztálin válogatott aki tehát Russov uh -huh. is egy olyan ember, Húgyne. de ők ennek ellenére mondjuk Russov érzékeli azt, hogy, hogy nem lehet igazából azt csinálni 53 után, meg mások is, amit 53... Előtt. És éppen ezért, ezért, van az, hogy, hogy próbálkoznak különböző technológiai fejlesztésekkel, mezőgazdasági modernizálásával, De, hogy ez mennyire ellentmondásos, és azt tulajdonképpen az, 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 a tény mutatja, hogy a 60-as évek elején is, amikor ugye már előtte Hulussó próbálkozik különböző ilyen mezőgazdasági reformokkal. 60-as évek elején is még, még van nagyon sok mezőgazdasági terményből, pont az Amerikai egyesült Államokból kell behozni, mert nem elegendőek a, a termés átlagok ugye, az élelmezéshez. Uh -huh. Tehát, hogy azért érzékelik ezeket a problémákat, de, de változtatni azért egyébként ilyen nagyon felemás módon sikerült tulajdonképpen nekik, illetve hát elég nyönkbenyelősen. Aztán hogy a 70-es éveknek az olajválsága, illetve a, a, különböző hitelfelvételek aztán beteszik a, az ajtót ugye a, ennek a rendszernek és gyakorlatilag mindenhol megbukik. A, a, mindig visszatérünk Igen. ugye a hadsereg korszerűsítéséhez. Tehát tulajdonképpen a, az előbb mondta ugye az évszámot, a 70-es évek közepe, vége felé sikerült akkor korszerűsíteni. Úgy, ahogy. Mi volt a más többi fegyveres testületnél? Tehát ugye gondolok a belügyi karhatalom, határőrség, és hát mondjuk maga a munkásőrség, amelyet ugye ekkor hoztak létre. Nem I tudom, hogy csehszlovák mintára, mert ő náluk már volt korábban is valamilyen munkásnak nevezett milícia. Is egyébként, tehát van, van egyébként magyar minta is, mert ugye működik ez a rendezőgárda, a Magyar Kommunista Pártnak működik egy ilyen rendezőgárdája 1945 után, igen, de az azt hiszem egy kicsit szűkebb körül volt létszámában. Hát de? egy 24 ezer fő Aha, hát a körül. Tehát az, az, az akkor nagyobb elég, volt, mint 47-48 a haderőnek a létszáma. Uh -huh. Tehát uh -huh. persze ez csak létszám, de akkor is nagyobb volt. Tehát ez az egyik, mint a másik, mint a pedig ez a, ez a Lidová milícia, amit Csehszlovákiában szerveznek, meg 1948-ban, semmi tulajdonképpen ez a csehszlovák kommunista hatalom is segíti, mert pont a, 48-as úgynevezett kormányátalakítás átalakítás előtt szervezik ezt meg, és erre a kormány átalakításra azért, azért az akkor februári demonstrációjukkal tulajdonképpen egy ilyen, ilyen, löketet adnak tulajdonképpen ehhez, hogy hát itt van, igaz, hogy előtte fegyverzik el, de mégis ott van egy, Prágában egy 7000 fő, ha jól emlékszem, egyenruhában fegyverrel ott felvonul, tüntetésen részt vesznek. Tehát, hogy ez mégis egy nyoma, nyomás arra, hogy, hogy megtörténjen ez a, ez a kormány átalakítás, ami gyakorlatilag a kommunista átmenethez, teljes kommunista átmenethez vezet 1948-ra. Aztán ennek a minta, aztán ugye itt Magyarországon 50 be ezt a rendezőgárdát felszámolják, és 57-ben hozzák létre az említett munkás őrséget, uh -huh. ami, ami, Miben különbözött a kettő egymástól? A, a rendezőgárda és a munkás Hát bővebb feladataik voltak igazából. Tehát a rendezőgárdának a, Az, hogy, hát a, a, akkor az volt a feladat, hogy különböző akcióban vesznek részt. Tehát például a 48-as államosításokban uh -huh. részt vesznek van arra adat, hogy több rendezőgárda vezető lesz, például igazgató különböző állami vállalatoknál. De, de a, 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 az államosítást is segítik ezek a gárdisták, vagy a 47-es választási visszaélésekben is részt vesznek, erre és volt található adat, illetve fegyvere rendelkeznek, fegyveres kiképzést kapnak, tehát nekik még mondjuk azt, inkább ilyen mozgalmi feladatai vannak a párt, a kommunista párt vezető szerepét úgymond ilyen módon biztos, akarják biztosítani, hogy ők rendelkeznek ilyen gárdákkal, vagy gárdával, meg a szociáldemokraták, ugye, amik be nem olvasztják őket. És a munkáshőségnek, amikor megszervezik, akkor neki, ennek a szervezetnek utána kibővítik a feladatait. Ez már 57-től elkezdik ezt a feladatbővítést, de a 60-as évek közepére különböző ilyen közös parancsokkal, fixálják ezt le, kidolgozzák az együttműködésüket a határőrséggel, a polgári védelemmel, a 60-as években szervezik meg a polgári védelmet, illetve határ, tehát határőrség, rendőrség, polgári védelem, és háborús esetben, a, vagy, vagy például ugye árvízvédelemnél, a magyar néphadsereggel is kidolgozzák az egy, együttműködési ö, Terveiket. Tehát ilyen szempontból az, azért ez egy elég, elég széles paletta lesz, hogy nekik adott esetben mivel kell majd foglalkozniuk, vagy kellett foglalkozniuk, vagy kellett volna foglalkozniuk ugye a háborús időszakban. Közös parancsnokot említett, ez azt jelentette, hogy parancsok. Közös parancsnok. Igen. Ez legfelsőbb szinten volt közös parancsnok, vagy a különböző a is lehetett olyan, hogy az adott területen egy katonai vezető egyben a munkásőrség helyé részlegének is parancsnoka volt. Hát ezt úgy csinálták, hogy tehát közös parancs volt az, ami szabályozta az együttműködést. Hát de volt nem. közös parancsnok is olyan értelemben, hogy a itt, itt a forradalom után időszakban például azt csinálják 57-ben, hogy létrehozzák az Országos Karhatalmi Parancsnokságot, és megyei szinten a megyei Karhatalmi Parancsnokságokat. És akkor ennek, ennek az Országos Karhatalmi Parancsnok az, az mit gondol ki volt? Biscu Béla. <gül> <gül> és, és helyi szinten, vagy megyei szinten is ezek megvannak, és ezeknek az a feladata, hogy a, a munkásőrség, rendőrség, illetve népadsereg alakulatainak az együttműködését biztosítják, és akkor még így fogalmaznak, hogy ellenforradalom esetén. Uh -huh. Ez így 61-ig működik, aztán utána a 61-et követően dolgozzák ki ezeket vagy dolgozzák át újra ezeket az M vagy mozgósítási uh -huh. terveket, és akkor ebbe már benne van, ebbe már úgy fogalmaznak inkább, hogy rendkívüli viszonyok közötti együttműködés és akkor, akkor, kidolgozzák azt, hogy, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy objektumvédelem, meg tömegoszlatás, hanem katasztrófavédelemről is szó van, de spontán már vesznek részt egyébként korábban is, ilyen együttműködés szintjén. De itt kidolgozzák azt, hogy, hogy, télnek kinek mi a adott esetben a feladata, és mondjuk, hogyha igazából lehet pozitívumot megemlíteni, ez, az árvízi védekezés. Tehát ott még valamikor, valamikor a szovjet csapatok is be segítettek a magyar alakulatoknak. De hát ugye, ugye itt a, bónunk egy mérleget, akkor azért, azért ugye jóval kevesebb be az egészben a pozitívum, mint a negatívum, az, hogy azért azt ne felejtsük el, mert ugye például a rendőrséggel, rendőrséggel való együttműködés terén azért, hogy benne volt az is, hogy az Ifjúsági partnál ott az volt az együttműködés, együttműködésben megzárták a fiatalokat, uh -huh. akik ugye a koncertre mentek sok esetben. Tehát. Hosszú hajtrapéznál. Oda... Igen, igen, oda még a, a Kisznek az ifjú táit is bevonták ebbe, vagy az önkéntes uh -huh. rendőröket. Határő, határőrizetnél is, ugye még 89-ben is van olyan, hogy ugye a, a, a menekülők után ülnek. Tehát tehát ilyen módon a különböző egységek feladatai, tehát aki határmenti egység a határőrséggel működik együtt, mondjuk Budapesten inkább az a rendőrséggel való együttműködés dominált, ami mondjuk ilyen árvízveszélyes terület volt, akkor ott polgári védelem, stb. stb. Tehát ezt így, így kidolgozták, és, és lehet azt mondani egyébként, hogy sok szempontból ez talán praktikus is volt. Itt ugye ezzel az egészen az volt a baj, hogy ugye ez a, az MSMP párt dolog, ez az egész, egészet átszőtte, uh -huh. és, és ugye az előzőekből azért, azért észre lehetett venni, hogy amit itt elmondtunk, hogy, hogy hát ennek azért milyen hátulütői voltak pont emiatt. Uh -huh. Érdekes, végére értünk most ennek a beszélgetésünknek, de még azért annyit, érdek, hogy mikor föltette a kérdés, hogy ki volt ugye 57-ben ez az összesített karhatalmi igazgatóság, volt a parancsnok, parancsnok. parancsnokságnak a főnöke. Én úgy hirtelen gondolkoztam, hogy hát ki lett olyan, hogy a párt szempontjából is, és azért valami katonai tapasztalata is voltak, én a Münich Ferencre gondoltam, mert ő azért egy képzett katonai vezető is volt. Biszkuról mindez nem mondható el, de mégis ő lett. Tehát volt egy ilyenfajta befolyása ezek szerint. Volt, vagy például a, a Biszkunát tartunk, a, a sem sem ott, hogy volt egy, egy országos kitelepítési bizottság. Uh -huh. Ennek az volt a feladat, hogyha valamilyen területről ki kell az embereket telepíteni valahova, uh -huh. tehát azt is megtartározták, hogy honnan hova ö, telepítik ki a különböző állami szerveket, vagy az embereket, hogyha háború van, vagy uh -huh. árvíz van, uh -huh. ez van, az van. Akkor ennek az országos kitelepítési bizottságnak, aminek nem feltárt egyébként a története, ennek is a vezetője Béla uh -huh. volt egy ideig. Hát érdekes. Lehet hogy, lehet, hogy van még sok minden, amiről majd még beszélgetni fogunk. Köszönöm szépen, hogy eljött, Én és köszönöm. elmondta nekünk mindezt a kutatásai alapján. Kis Dávid történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár Tudományos Munkatársát hallották.